Miközben a labdarúgó Magyar Kupában hétfőn készítették el a 2023-24-es sorozat országos főtáblájának sorsolását, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében már az egy évvel későbbi sorozatra készülnek a csapatok. Az MLS vármegyei igazgatóságán a hét elején 16 párosítást sorsoltak ki a versenybizottság képviselői. 34 csapat nevezett az idén Magyar Kupába, így el kellett érnünk azt, hogy 32 vagy 16 csapat jöjjön ki. Ezért úgy döntöttünk, hogy a tavalyi évek eredmények alapján 4 csapatot kiemeltünk, és velük rendeztük volna az első kört, de a 4 csapatból Nyírt Ura az egyik visszalépő volt, és a megyei, vagy a kupakiírás úgy szól, hogy a megyei bajnokságban, illetve az MLS által rendezett bajnokságban résztvevő csapatok részére van a Magyar Kupa kiírva. Mivel Nyírt Ura visszalépett a bajnokságból, ő természetesen kupába sem játszhatott, így az ő ellenfele játék nélkül jutott tovább, így egy megyei harmadosztályú párosítás volt az első kör igazából. Így lett meg a 32 csapat, innentől viszont már egyenes kiesésben megy tovább. Az aktuális sorozatban 6 vármegyebeli alacsonyabb osztályú együttes jutott az országos főtáblára. Közülük a Nagyecsed még áll, sőt a vármegyei első osztályú együttes a Ferencváros fogadja a harmadik fordulóban. Azt még nem lehet tudni, hogy a következő sorozatban mennyi helyet kap a vármegye. Nem tudjuk egyelőre még, azért is van ez a sorsolási mizéria az elején, hogy szeretnénk olyan párosításokat kialakítani, amiből bárhány vagy bármennyi csapatot tovább tudunk juttatni. Így, hogyha 8 csapatot kapunk, akkor a 8 fő is megvan, de 6 csapatot is tovább tudunk juttatni, így meg lehet oldani a dolgot. A vármegyei másodosztály Pannonia ZRT csoportjában szereplő Biri az osztálytárs 3-es számú csoportban szereplő Tiszaszalkához látogat. Kicsit sötét ló nekünk Tiszaszalka. Nyilván örülünk neki, hogy most nem megy egyes ellenfélekkel találkozni, bár igazából mi a kupába azért is szoktunk többek között nevezni, hogy erősebb csapatok ellen játszunk. Tavaly ebből nagyon jól jöttünk ki, sikerült főtáblára jutni. Nyilván szeretnénk most is tovább jutni, de biztos, hogy nem lesz egyszerű idegenben a Tiszaszalka ellen. A mérkőzéseket szeptember 6-án játsszák le. A továbbjutás egy találkozón dől el. Amennyiben 90 perc után döntetlen az állás, az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Azonos osztályban szereplő csapatoknál döntetlen esetén következnek a 11-esek. A két legtovább jutó együttes játsza majd jövő nyáron a vármegyei kupa döntőt.